Milyen program várja a mai napon a Gönczi Ferenc gimnáziumban a tanulókat? A mai napon az általános iskolák végzős tanulóit várjuk a gimnáziumba. 8 órakor egy pályaválasztási tájékoztatón vehetnek részt, amelyen intézményvezetőként fogom bemutatni az intézmény eredményeit, képzési lehetőségeit, illetve arról a kétféle képzésről fogok beszélni, amelybe iskolázunk be a jövő évben tanulókat. Következő év szeptemberében 2 osztályt szeretnénk beiskolázni, az egyik 4 évfolyamos emelt szintű idegen nyelvi képzés, a másik pedig 4 évfolyamos általános gimnáziumi képzés. Mind a két képzésünk 4 évfolyamos, és 4 év után teljes érettségit ad. 2 nyelvet tanulnak a diákok az új kerettanterv szerint, az idegen nyelvi óraszámokat megemeltük, illetve a 11-12. Évfolyamon heti 8, illetve 9 órában az érettségire való felkészülésre kis csoportos oktatás folyik. A tájékoztató után 3:49-kor a Gönczi Hétpróba néven egy versenyt hirdettünk az általános iskolásoknak. 5 általános iskolából 7 csapat érkezik. Ez a Gönczi Hétpróba, amelynek az a lényege, hogy az iskolákból, illetve a lenti iskolákból osztályonként 10-10 fős csapatok fognak versenyezni egymással forgószínpadszerűen. 7 állomáson különböző ismereteket kérünk számon, természetesen játékos formában. A földünk a téma, az idei téma, és ehhez kapcsolódnak a különböző tantárgyak, ismeretkörök, és ennek a versenynek az eredmény hirdetésére 10:30-kor kerül sor. A diákok oklevelet, illetve a szülői szervezet támogatásával társas játékokat fognak kapni. Természetesen a mai napot elsősorban arra szánjuk, hogy a idejövő általános iskolások megismerkedjenek az intézményünkkel, az itt lévő tanárokkal, kollégákkal, az itt folyó munkával, egy kicsit lássanak bele a középiskolás mindennapokba, és abban a reményben tartjuk ezt a mai napot, hogy jövő szeptemberben minél többen minket választanak. Rövidesen zárul a naptári év, készülnek-e további programokkal? Az év vége hagyományosan a Gönciben nagyon sűrű. November végén ünnepeljük Gönczi Ferenc születésének évfordulóját, illetve ekkor szoktunk megemlékezni a névadónkról. Novemberben a saját tanulóinknak, a gimnazistáknak különböző tantárgyi versenyeket hirdettünk, melynek az eredmény hirdetése a Gönczi napon volt. Ekkor váltak igazi göncisekké a 9. évfolyamos tanulók, akik az alapítvány jóvoltából sálat, illetve nyakkendőt kaptak, megemlékeztünk a névadónkról. Tegnapi napon meglátogatott bennünket a Mikulás, mind az osztályokat, mind pedig a nevelőtestületet meglátogatta. Pénteki napon a gimnázium 50 tanulója a bécsi kiránduláson fog részt venni, a Természettudományi Múzeumban fognak ellátogatni, valamint a Madame Tussaud panoptikumot nézik meg, és természetesen meglátogatják az adventi vásárt is. A jövő héten pedig elkezdődik nálunk is a karácsonyi készülődés, december 20-án lesz a karácsonyi ünnepély, és december 20-án zárjuk az évet, az utolsó tanítási napot tanítás nélküli munkanapként adtuk ki.